el csapda! Okos! A falon. De három is van! Mit csinálja? Atreus, koncentrálj! Meg tudod csinálni! Siess, fogalmam sincs, meg tudok-e fulladni! Rendben, gondolkozunk. Háti az ezőszínű, úgy vadászik a holdra. Sköld az aranyszínű, és ő üldözi a napot. Ugye Ragnar ők bekövetkezzen, meg kell lennünk őket, de ezek nincsenek sorrendben. Ügyes! Szóval a hold megy a bal oldalon, a nap a jobban, Midgard pedig középen. De melyiket húzza meg? A jobbot, fiú! A középsőt! Sorrendbe kell dobni! Hol van? A középsőt! Sorrendbe kell rakni! Hol van? Midgard közé! A középsőt! A bald fiú! A középső gyorsan! Sőt. A bolt! Hoppá, ne! Na, ez remek! Gyorsan! Sorrendbe kell rakni! Hol van, nap jobb! Midgard középen! A bolt! A középsőt! A középsőt! Középső gyorsan! A jobbot húzd! A középsőt! Hová? Ne! A középső gyorsan! Akkor hát ennyi? A bolt!
A középsőt! Sorrendbe kell rakni! Most bal, napjon! Mit gát közébe? A balt! A középsőt! Sorrendbe kell rakni! Most bal, napjon! A balt, fiú! A balt, fiú! A közé... Hold Midgardnak! A jobbot húzd! A középsőt! A jobbot, fiú! Ezt is jó tudni. Tovább megy! Vár! Mire való az alánc? Apám, fölötted! Fiú, állítsd meg a láncot! Hogy? Én nem tudom. Egy ötletem. Anyád késve? Nincs más lehetőség. Nem működik, pedig kellett volna! Késő. Tudom, de megmentett. Ügyes voltál, fiú. A rúna szabad! Megcsináltuk! Igen, nézzük, mit tartogat nekünk Tyr. Jaj, ne! Lejjább védő runnája! Lejött rólunk! Mit tegyünk? Tovább megyünk! Ott van! Megtaláltuk! Fiú! Tessék! A napon, amikor születtél, két kést készítettem. A hazám és az itteni föld fémeiből. Egyet magamnak, és amikor készen állsz, egyet neked. Ma eljött ez a nap. Akkor férfi lettem, mint te. Nem. Mi nem csak emberek vagyunk, hanem annál többek. Ezért a felelősség is sokkal nagyobb. És neked jobbnak kell lenned nálam. Érted? Mondd ki. Jobb leszek. Ennek, vagy bármilyen fegyvernek az ereje innen származik. De csak ha ez megerősíti. A harcosnak fontos a fegyelem és az önkontroll. Ebben áll egy harcos igazi ereje. Ez sose feledd. Rendben van. Gyerünk! Dréfa. Üres. Várj!
rúna! Láttad? Igen! Biztosan? Igen, bíz bennem! Helyes, a fejére célozz! Vigyázz! Jobb oldal! Győztem már le nagyobbat is. Nyápisztról. Igen, sajna elfordultam. Merre is van a homoktár? Jörd! Nincs mások hátra. Hűj le.
Lemniaibor, Lemnos szigetén. A születési helyem ez közel. Lemnos. Az utazás végére. Tényleg? Zárt tojás szaga van. Ez még jó? Valószínűleg. Apám, miért hagytad el az otthonodat és jöttél ide? Van köze az ottani istenekhez? Mert nagyon utálod az isteneket. De Tíra példája, hogy lehetnek jók is. Ahogy te. Csak azokkal végzel, akik megérdemlik, nem? Igen. Há, de ki elég méltó rá, hogy ezt megítélje? Csendet fej! Mi? Mert jobbak vagyunk. Aha. Hirtelen, mintha az apádat hallottam volna. Mehetünk. Igen. Gyere. Élvezni fogom az Isten létet. Oda megyünk, ahova akarunk. Azt csinálunk, amit akarunk, és most megnézzük az óriásokat. Igen, ha megtanultok Jötunheim utazórónáját, visszamehetünk a csúcs tetején lévő kapuhoz, és ott jó hasznát vehetjük a vésőnek. Ezúttal senki nem állhat az utunkba. Gyerünk! El akarom mondani szintén, hogy Isten vagyok. Kíváncsi vagyok az arcára. Nem. Túl sokáig őriztem a titkodat. Most neked kell megőrizned a mi titkunkat. Miért kell titkolni, mik vagyunk? A titkolózás Odin módszere. Miért nem lehetünk nyíltak, mint Tír? Tírnek is voltak titkai, és jó oka volt rá. Az embereket védte. Jobb, ha elővigyázatosak vagyunk. Ettől még nem kell hazudnod a barátaidnak, a családodnak. Biztos vagyok benne, hogy Sindri meg... Pajtás, izgatott vagy, hogy végre láthatod az óriások földjét? Igen, de szomorú is, mert hamarosan vége az utunknak. Ó, de mi van, ha eljutunk Jötunheimbe, és nem lesznek ott óriások? Számunkra az nem fontos. Anyád kívánsága miatt megyünk. Ó, ne menjetek sehová, mindjárt kész vagyok. Apám, elmondhatom neki. Nem. Elmondani mit? Ugye nem nyaltad meg azt a kereket? Ó, Istenem, azt hiszem hányok. Nem viccelek, tényleg hányni fogok. Semmi ilyen. Családi ügy. Ó. Családi dolgokról én is tudnék egymást mesélni. Hadd találjam ki! A testvéred nem olyan tehetséges, mint te, és semmit sem ér a munkája. Nos, ez mind igaz, de mire célzol? Állandóan erről beszélsz! Újra és újra! Tegyél valamit ellene, vagy kussolj! Értem. Igen! Elegünk van az alacsony rendűek apró problémáinkból! Jól van. Ez fájt egy kicsit.
Nézzük meg a felszerelésed. Örülök, hogy még hasznosnak véltek. Legyen erős a páncélod. Egy jó tanács. Szeretnéd, hogy inkább Brock segítse? Mit fejleszünk?
Isten! Vigyázz mögöttem! Mögötted, testvér! Mögötted! Miért beszéltél így a törppel? Neked nincs eleged belőlük? Dehogy nem. Viszont nem kell rosszban lennünk velük. Tudnia kell az igazat, még a fáj is. Szükségtelen volt és durva. Nem kell kedvesnek lennünk. Anyád nem értene egyet. Ő nem volt Isten. Nem. Miért nem? Már majdnem ott vagyunk, meg tudom oldani. Valóban,
Annak alapján, ahogy beszélsz róla, kétlem. Mit? Hogy nem volt Isten? Jobb volt, mint egy Isten. Ne beszélj így róla. Kit érdekel? Akkor hozd te. Odin jött Jötunheimbe akar minket követni, vagy mi? Szerintem, ha voltan akar látni, mert fenyegetésnek véli az istenségünket. Hát, ezt sem zárhatjuk ki, de Odin módszerei körmön fontak és a céljai. Elég Odinból és az egész hülye családjából. Anyámmal mindig azt mondtátok, minden isten gonosz. De mi nem. Tyr sem volt az. Freya sem. Az ázok, ők igen. És tudod mit? Odinnak igaza volt. Fenyegetést jelentünk, mert tudjuk, hogy milyenek, és legyőzhetjük őket. Hát nem mindet. Még nem. Mágni is gonosz volt, és most halott. Nem jobbak nálunk, és bánni fogják, hogy újat húztak velünk. Thor! Engem okolt! Engem! Azért, amit Magnival tettél! A saját apám gyávának hívott! Úgy tűnik, ennél többet is tett. Takarodj! Különben folytatjuk, amit elkezdett! Ezért megöllek! Mám, legyőztük. Nem éri meg megölni. Megfizet azért, amit anyámra mondott. Azt mondtam, nem. De istenek vagyunk. Azt tehetünk, amit csak akarunk.
anyádnak is. Mielőtt jól megdugtam. Mit művelsz? Ez a kis sokkal jobb, mint anyámé. Akaratom ellenére ölted meg. Elvesztetted a fejed. Te tanítottál ölésre. A túlélésre tanítottalak. Mi istenek vagyunk, fiú. Ezért pedig célpontok. Mostantól az idők végéig meg vagy jelölve. Megtanítottalak ölni, igen. De csak önvédelemből. Soha nem élvezetből. Úgy sem érdekelte őt senki. Mit számít? Egy isten megölésének következményei vannak. Miért? Te honnan tudod? Honnan tudod? Vigyázz a szádra, fiú. Mindegy. Maradj éber, fiú! A Módi megtalált minket, Baldur sem lehet messze. Helyes. Hozzá is lesz néhány szava. Nem lesz. Őt rám hagyod. Hogy megölhesd. Mert mi ezt tesszük az ellenségeinket. Mert ők is ezt tenni. Csak azt fogom tenni, ami szükséges. Segítek? Nem. Fiú! Ez a terem, de kell egy út felfele. Tanultál. Ha hozzám beszélsz, azt hittem nem tetszik a hozzáállásom.
tanítasz, nem tanulok. Mert nem figyelsz rájuk. Megtettem mindent, amit kértél, és csak az igazságot akartam tudni. Honnan vannak a tűzpengéid? Miért rejtegetted? Azt mondtad, egy Isten megölésének következményei vannak. A pengékkel öltél meg egyet? Kit öltél még meg? Magni előtt? Mennyit? Hallasz? Hallak, de ezekről nem fogok beszélni. Ne erőltest, fiú! Jó. Mimir, képzeld! Minden tudok, amit tudnom kell. Nincs már mit tanulnom. Gratulálok! Ez mit mond? Azt mondja, ne ébreszt fel. Na és? Mindent kinyírunk ezen a hegyen. Ki a következő? Ah!
figyelmeztetlek, a fenti alagutak sárkány jelenlétéről árulkodnak. Már megölöttük azt a sárkányt. Ha, tényleg? Ha, és hogy ment? Ennyit róla! Nézz ide! Még nem! Mindegy. Én éretten fogok viselkedni, szóval...
Ne csináljátok már! Ez a csend nyugtalanító. Ne aggódj! Figyelünk! Mindjárt ott vagyunk. Végre. Fiú, a rúna. Vés annak mentén. Jötünhely. Megcsináltuk. Gyönyörű, nem igaz? Emlékszem, amikor... Testvér, vigyázz! Hiányoztál. Most, fiú, menj hát a hídon! Nem! Én is Isten vagyok! Meg tudom csinálni! Engedd el! Komolyan! Baldur, engedd el őket! Vigyél engem! Bármit megteszek! Végig arra gondoltam, hogy szükségem van rád! De te csak izom vagy! Úgy tűnik, a fiú az agy! Ne! Összetörted a kaput! Ez volt az egyetlen út! Te agyatlan barom! Menj innen, fiú! Bizony! Futás, öcsi! Hagyd, hogy apuci végezze a munka nehezét helyetted! Engedj el! Nyugodj meg, fiú! Még nem állsz készen erre! De! Készen állok! Fiú... És én még azt hittem, az én családom van elbaszva! Az apádnak igaza van, fiú, még messze nem állsz készen. Most viszont lennél kedves, és megtartanád nekem ezt. Köszönöm. Atreus! Adod már fel! Tartsd! Magad! Távol! A fiamtól! Yeah!
valamit! Túlkéső, már be van állítva! Amikor a híd kinyílik, Asgard teljes ereje rád szúdul. Vége van. Nincsen. Legyen hát! Baldur! Ne! Figyelj rám! Hadd segítsek! Engedd el, vagy megölöm! Tudod, hogy megteszem! Mit tettél? Fiú! Itt vagyok! Ne mozdulj! Figyelj rám és megleszólalj! Az apád vagyok és te, fiú, nem vagy önmagad! Túl gyorsan elveszíted a fejed! Meggondolatlan, fegyelmezetlen és kezelhetetlen vagy! Ez nem maradhat így! Tisztelned kell az anyádat és hagyd fel ezzel az úttal, amit választottál! Még nem késő. Ez a beszélgetés messze nincs lezárva. Miattad vagyunk itt, fiú. Ezt ne feledd. Ez a hél? Nem pusztán a hél, hanem annak legrosszabb része. Ott egy hajó. Menjünk oda. Csak fél útig viszel minket tírtemplomáig, de legalább messzire kerülünk innen. A hídőre több ezer éve tartja távol az élőket ettől a helytől, de most, hogy kitétted a szívét, itt vagyunk. Vicces, miket tartogat az élet. Ne figyelj rá, fiú! Ezt mondtam anyámnak is. Mielőtt jól megdugtam. Az... nem én voltam. Én nem tennék ilyet. Ne bizonytalanodj el! Ne itt! Rendben. Menjünk tovább.
Fej, mi volt az? Nem csak az öregek és a betegek kerülnek a Hélbe, hanem a bűnözők is. A hely viszont nem tud megkülönböztetni minket, ezért nekünk is látomásokat küld. Hogy állítsuk meg? Jussunk ki a Hélből, amilyen gyorsan csak lehet. Nem hagyom, hogy zavarjon. Ahogy mondtad, Mimir, csak képzelgés volt. Az nem én voltam. Nem, hanem az, akivé nemrég váltál. Tudom, hogy az én hibám, de kijuttatom magunkat, bárki is legyen. Én juttatom ki magunkat, te parancsokat követ. De lehet, ez nem is én vagyok. Pedig jobb lenne. Most hagyj koncentrálnom. Nem akarlak sürgetni, de gyorsabban. Gondolkodom. Mindkét szélcsapdát fel kéne tölteni. Látom Baldurt. Mert soha nem akartam volna. Maradjunk rejtve. Hallgasd! Ehhez nem volt jogod. De volt hozzá jogom. Az anyád vagyok. Nem volt jogod, boszorkány! Nem érzek ízeket. Nem érzek szagokat. Még a szoba hőmérsékletét sem érzem. Lakomák, ivás, nők. Mindennek vége. Vége. De fájdalmat sem kell többé érezned. A halálnak többé nincs hatalma feletted. Vagy inkább meghalnál? Mint hogy ne érezzek semmit? Igen. Igen, inkább meghalnék. Igen. Szabadíts meg, anyád. Kérlek, 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 szabadíts meg. Ez nem így működik. Fiam,
hidd el, idővel megbocsátasz. Megbocsátasz. Nem. Igen. Nem fogok. Gyerünk. Gyerünk. Tönkretetted az életet. Én is, aki találunk valamit, égen. Bíz bennem, tudom, nem. Hogyan... Nem. Most azonnal hozd helyre. Gyerünk. Gyerünk. Csináld! Gyerünk! Gyáva! Soha többé nem akarnak látni. Soha. Freya az anyja. Ezt miért titkoltad el, fej? Elhinnéd, hogy elfelejtettem? Nem. Zavarban vagyok. Pedig nincs semmi oka, miért eltitkolni előletek. Ott a hajó. Erről viszont még beszélünk. Hamarosan. Tennivalóm lesz, miután megöltelek. Ki volt ez? Sietnünk kell. Nem vagyok biztos benne, hogy ez alkalmas az útra. Megteszi. Mindjárt megoldom. Csinálja. Eleget tettél.
csodák éve. Remek, de ne feledjétek, ez a hajó csak egy darabig visz el minket. Tér temploma pedig egy hatalmas vízesés tetején van, és mi folyás irányban hajózunk. Ez azt jelenti, hogy ha oda is érünk, még mindig fel kell hajóznunk a vízesésre. A bánok építették a legnagyobb hajót, ami repülni is tudott. Skid Plofnir? Igen, mert úgy tervezték, hogy tudjon repülni. Ezt viszont nem. Azonban nekünk ez a hajó van. Meg. Talán a legnagyobb jéghegyen, amit valaha láttam. Legalább a tűznél meleg van. És most... Ezt így tervezted? Csak figyelj! Nem sokáig. Maradj a hajón. Nem hiszem el. Csináltál egy repülő églámpást. Azt mondtam, maradj a hajón!
várj meg ott! Atreus! Segíthetek? Együtt csináljuk. Megcsináltuk! Szabadok vagyunk! Ki fogunk jutni innen? Gyerünk, apám! Ideje ezt befejezni! Igen, fiam. Ideje. Nem. Megint az a hang. Tudod, ki az? Nem tudom. Jéged, bal oldal! Kapaszkodj! Ja, kiszabadítom magunkat! Mennyi idő még odaérni? Igen, nagyon hideg van. Ha tartani tudjuk a sebességet, és a tüzek sem alszanak ki, akkor hamarosan. Jobbra! Vigyázz a fát!
időzve! Továbbra is ég a tűz. Tudod, ez varázslat. Vagy azok a pengék.
atya! Megakadtunk! Testvér! Csákja van a hajó orron! Szabadulnunk tőle! Az idő, fiam! Nézz körül, mit tettél! Terved! Menj a picsába! A kijárathoz. Azonnal! Ha csak nem romboltuk le azt is.